Megy már? Élő? Üdv mindenkinek, ez itt a hetet hét kaland. Én Bálint vagyok, és innen a kártyabirodalomból jelentkezünk. Körbevezetlek titeket ezen a fantasztikus helyen, ahol minden kártyából épült. Közben elértünk az arénához, ahol, ha jól hallom, el is kezdődött a sztárzöldségek bemutatója, úgyhogy a szó a stúdióé. Kedves közönség! Színpadunkra ma egy igazán vidám zöldség érkezik. Tapsot Pancsónak, a padron paprikának. Hollá! Vagyis sziasztok, rajongók! Micsoda úri paprika! Kedélyesen köszönti rajongóit. Hosszú út áll mögötte, ugyanis Spanyolországból egyenesen padronból repült ide hozzánk, hogy mosolyt csaljon arcunkra. Szülőhazájában magból nőtt ki a lágyszárú paprika növény, aminek csodaszép fehér virágából fejlődött ki Pancho is, ugyanúgy, ahogy te mértek, testvére. Micsoda zöldség! Szereti, ha zöld paprika pocakját a napon süttetheti, és közben vizet is szürcsölhet a talajból szárai segítségével. Ő is paprika társai nagy móka mesterek ám, ugyanis ízük kiszámíthatatlan. Néhányuk csípős, de legtöbbjük csípmentes. Nyavi! Így, ha egy ízletes spanyol ételbe a tapaszba, ami falatkákat jelent, sokan összekeverednek, nagy meglepetést okozhatnak az ínyenceknek. Ellen állhatatlan! Tik-tak, tik-tak. Pardon, padron, de mára ennyi rivalda fény jutott szerény személyednek, hiszen egy állófogadásra várnak egy ízletes tapaszba. Ezért azt kell mondanom, hogy adios, azaz viszlát. Így ma ezzel ér véget a sztárzöldségben mutató. Itt állok, kártyabirodalom tévétornya mellett, ennek segítségével zökkenőmentes a tévéadás. Látjátok? Egyből megzavarja a sugárzást. Oh! Ezt most egy picit elbaltáztam. Addig következzenek híreink a nagyvilágból. Olaszország. Látványos füstkarikákat pöfékelt a világ egyik legaktívabb vulkánja, az Etna. Az olasz óriás több széles glóriát engedett útjára, amik fenségesen emelkedtek fel a magasba. A karikák valójában a vulkáni füst bolondos táncmutatványai, ami a kráter falának nekiütődve kezd el pörögni. Ehhez persze rengeteg gázra és hamura van szükség, de az olaszországi tűzhányónak bőven van elég, hogy megörvendeztesse vele az összes arra járó turistát. Egyesült Királyság. Napsütés hiánya tulipánok hozták el a tavaszi hangulatot ebbe az angliai városkába. A mező majdnem egyik napról a másikra fette fel színpompás arcát, köszönhetően a csodaszép virágoknak. Nem kellett sokáig várni a látogatókra sem, akik örömmel csodálták meg a látványt. Németország. Szokatlan színűvé változott ez a tó a német alpokban. Egy ritka baktériumfajta festette lilára a vízfelszínt, különös kinézetet kölcsönözve a tabacskának. A jelenség azért ritka, mert ez a baktérium csak a víz mélyebb részeiben szokott feltűnni, ahol nem igazán lehet észrevenni. Trá-tra-tre. Riporterként fontos, hogy tisztán és érthetően beszéljek, hogy mindenki megértse a tudósítást. Elvégre a közönséghez szólok. Olyan ez, mint egy szerep. Bálintkám, jól laktál? Nem. De. És meg is mutatom, hogyan. Először is hátradőlsz, és kitolod a kis hasad, hiszen tele van a hamburgerrel, amit megettél. Nagyon jó. Most simogasd is meg egy picit a bendődet, mint ahogy a nagypapi szokta a vasárnapi ebéd után. Thank you.
remek volt, nagyon tetszett, még kérnék hozzá egy kis sóhajtozást, tudod, hogy így hátra vagy dőlve, és akkor mehet a... Ma ez fincsi volt. Szép munka, Bálintkám. Jár a sajtburger. Köszi, Gyula bá! Az M2 gyerek csatorna legújabb dala lett a Kártyabirodalom himnusza. A szerzemény címe egy betű, egy szám, egy barát, ami a képernyő bal sarkában található logót jelenti, illetve azt a sok-sok imádnivaló kis tündérfalat cukibogyót, akik ti vagytok, akik ott ültök a képernyő előtt. Szemfüles, hogy látja a fától a rímerdőt. Száll a dal, eléri a fülemet. Ez a legfőbb üzenet. Te hozod a kedvenc hangszeredet, és mi megmutatjuk az ütemet. Annyira érdekes ez a világ, hogy mindenki meg kell ismerjem. Úgy nyílnak a tudás virágai, hogy folyton művelem a kiskertem. Érdekes témák és fergeteges hangulat nálunk. Ez a jellemző, egy betű, egy szám, egy barát. Ez az M2. Még egy kaland, még egy történet, még egy kis tudomány, sok érdekes részlet. Még egy mese, még egy zene, még egy kis nevetés. Jól hangzik, gyere! Még egy kaland, még egy történet, még egy kis tudomány, sok érdekes részlet. Még egy mese, még egy zene, még egy kis nevetés. Jól hangzik, gyere! Ez volt tehát a Hetet Hét Kaland, ahol a Kártyabirodalomból jelentkeztünk. Mára ennyi volt, sziasztok! Nagyon jól belejöttem ebbe a riporterkedésbe, mindenről beszámolok, ami fontos. De jaj, úgy tűnik, hogy nem tudom abba hagyni a beszédet, még hogyha befogom a számat, hát akkor úgy tűnik, ki kell használnom ezt az alkalmat, és inkább közben elmondom, hogy a Mediaklikken rengeteg csúdió adást érhettek el. Figyeljetek arra is, hogy a megfelelő gyerekműsorok füleit nyissátok meg, és hogyha hiányoznánk, akkor bármikor...